És hallhatták, hiába gyűlt össze a szükséges több mint 1 millió aláírás, az Európai Bizottság nem indít jogalkotási folyamatot a nemzeti kisebbségek védelmében. A Minority Safe Pact bejegyzését az induláskor 2013-ban egyszer már elutasította az Európai Bizottság, arra hivatkozva, hogy a célokat tagállami szinten kell megvalósítani. Végül az Európai Unió Bírósága 2017-ben jóvá hagyta a kezdeményezést, és a szükséges mennyiségű aláírás is összegyűlt időre. Ennek ellenére nem történt semmi. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek is. Köszöntöm szerkesztő asszony, és szép új, egészséges új évet kívánok mindenkinek. Boldog új évet önnek is. Számított a döntésre, mert hogy nem indul jó hírrel ez az új év? Hát én nagyon bíztam abban, hogy a bizottság belátja, főleg a előtte az Európai Parlamentnek volt egy szavazása, amiben a nagy többség támogatta, és bízva abban, hogy ha már több mint 1 millió aláírás összegyűlt, ha már a FUEN kezdeményezte az RMDS-szel együtt, tehát nem is akármilyen szervezet, hiszen az európai kisebbségi civil szervezetek azok, akik fordultak az Európai Bizottsághoz, akkor én bíztam abban, hogy ezeket a lépcsőket követően egy kicsit belátja azt is az Európai Bizottság, hogy azok után, hogy már a bevándorló kisebbségekkel elég vaskosan foglalkozik, és ahogy egyébként a határozatában hivatkozott arra, hogy az LMBTQ ügyében, a gender ügyekben már stratégiával rendelkezik, összemosta ezt a kérdést egyébként a roma kérdéssel is. Szóval kicsit az az érzésem, hogy más kisebbségekkelre stratégiát alkot, foglalkozik, ugyanaz akkor az őshonos kisebbségekkel egyáltalán nem törődik, tehát teljes mértékben ignorálta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy önmagában az, amit sokan megfogalmaztak, csalódást és különböző kritikákat ezzel kapcsolatosan, ezek valóban jogosak, mert egy olyan politikai döntést hozott az Európai Bizottság, hogy úgy tűnik, hogy ahogy a viccben szokott lenni, ha piros sapka van rajtunk azért, ha nincs, akkor azért. Tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy szánt szándékuk volt ezt elutasítani. És mintha nem is értenék a problémát, nekem az a legnagyobb bajom. Sajnos már ilyen konferenciát is átéltem, még Csáki Pál és Tőkés László szervezésében volt egy konferenciánk, ahol akit odaküldtek bürokratát, az is elkezdett beszélni a nemi kisebbségekről, és akkor figyelmeztettük, hogy hát a nemzeti kisebbségek 50 milliónyian vannak Európában, és ez egy egészen más kategória, nem összemosható más kisebbségi problémákkal. Ugye az ön által felsoroltakon kívül az Európai Bizottság még arra is hivatkozik, hogy ugye a meglévő jogi keret is elegendő az európai őshonos kisebbségek védelmének biztosítására. Hát nekünk magyaroknak nem nehéz ellenpéldákat felhozni, akár a jelenből is, ugye ott van a kárpátaljai magyarok nyelvhasználat és oktatási kérdése, aztán az erdélyi magyar kisebbség jogsérelmei, de beszélhetünk a felvidéki magyarokról is, ugye ott az állampolgár kérdés tekintetében. Szóval hogy lehet az, hogy az Európai Bizottság és az őshonos kisebbségek így elbeszélnek egymás mellett? Tehát, hogy mi lehet az oka annak, hogy a testület nem hajlandó semmilyen nemzeti kisebbségvédelmi kérdésben lépni? Szóval egyet mindenkinek látni kell. Olvastam olyan interjúkat az elmúlt napokban különböző, leginkább ilyen balliberális szócső részéről, akik egyszerűen azt mondták, hogy Ez a kérdés, ez tudva levő lehetett, hogy ezzel az Unió nem foglalkozik, és mi miért kérünk ilyet. Hát ez egy nagy tévedés. Az a baj, hogy az Európai Bizottság, mint olyan, ezt a kérdést nemzetbiztonsági kategóriának tekinti, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy egyébként az őshonos kisebbségek kérdése nem mosható össze más kisebbségekkel, és nem azonosítható a bevándorlási kisebbségek ügyével, akikre ráadásul, ugye ezt én mindenütt el szoktam mondani, 2019 márciusában az afrikai származású emberek jogairól hozott egy 5 oldalas határozatot, ahol gyakorlatilag számukra a lakhatás, a munkához való jogot biztosította, sőt, már a kollektív jogok határát súrolták azok, amiket számukra biztosítani kínált. Nos, ehhez képest tartom én ma már diszkriminatívnak azt, hogy ezt a kérdést egyszerűen nem tűzi napirendjére, és hát azért van ennek egy másik összefüggése is, hogy
Önmagában a polgári kezdeményezés, mint jogintézmény az Európai Unión belül pontosan azt a célt szolgálta, hogy közelebb hozza a polgárokat az európai intézményrendszerhez, és ezzel azt a bizalmat is próbálja meg erősíteni. Most ehhez képest az az érdekes, szerkesztőasszony, hogy eddig 5 olyan kérdés volt az Európai Unión belül, amiben az 1 millió aláírást és a 7 országnyi támogatást, tehát mind a két feltételnek megfelelt a kezdeményezés, ebből 4,5-et gyakorlatilag elutasított, mintha egyszerűen ignorálná, vagy nem foglalkozna azzal, hogy ezt a demokratikus intézményrendszert igenis működtesse. Ezzel egyébként azt az űrt és azt a szakadékot fogja még inkább növelni, ami az európai polgárok és a brüsszeli bürokrácia között van. Így van, látható, na most ugye, igen, most ugye egy több tucat európai parlamenti képviselő tiltakozik levélben, ugye Ursula von der Leyennél és az alelnöknél, Vera Jourovánál is, hogy mi lesz ennek az eredménye, azt majd meglátjuk. Szili Katalinnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm, további szép estét kívánok.